A listavezető Puskás Akadémia FC második csapata elmúlt heti megállítása után a vendégek kérésére pályahitelesítési problémák miatt történt pályaválasztói jogcsere következtében egymás után háromszor játszhatott hazai pályán a Bicske, ami nagyszerű alkalmat kínált arra, hogy a csapat a gyengébb idénkezdet után felzárkózzon a középmezőnybe. Tört már borsot a Kelen SC a BTC óra alá, és ezúttal sem tűnt egyszerű feladatnak a tabellán 5 ponttal gazdagabb vendégcsapat legyőzése. Gyönyörű, napfényes, őszi, kora délután időpontban vonultak a küzdőtérre a csapatok, és úgy tűnt, sokan választották a vasárnapi ebéd utáni desszertnek a küzdelmesnek ígérkező NB3-as összecsapást. Az elmúlt héten frissen igazolt Marsa Levente papírjait sikerült elintézni, így rögves csapata rendelkezésére állhatott. Így Csordás Csaba szakmai igazgató a következő összetételben küldte pályára a játékosait. Illés, Gassner, Bozsóki, Lakatos, Lencsés, Vékon, Bori, Marsa, Kovács, Samanya, Sorma. A harmadik percben Lencsés futtatta a frissen igazolt Marsát, aki az alapvonalról visszagurított, de a védők szögletre mentettek. 9. minutóban Samanya indította Borit, aki beadott jobb oldalról, ám Soron 10 méteres emelése a léc fölött hagyta el a játékteret. 2 perc múlva bal oldalról kapott passz után Soron lőtt 18-ról, sarokrúgás lett belőle, ami nem hozott eredményt. Negyed óra után Gassner a jobb oldalról átívelt, Marsa az alapvonal közeléből visszafejelte a labdát Kovácsnak, ki elsőre 8 méterről még a kivetődő kapusba lőtt, de a felpattanott igazítás nélkül kapuba továbbította, ezzel egy gólt. 22. percben Vékony szabálytalanodott a hazai kaputól 20 méternyire Borbély ellen, a megítélt szabadrúgást Olá lőtte, Illés könnyedén védett. 35. percben Bori jobboldali szabadrúgását Bozsóki ráfejelte, de egy védőről a léc fölé pattant a labda. 41. percben egy védelmi bizonytalanságot követően Kádár lőtt 16-ról mellé. A szünetben Lakatos helyett Pekovszki lépett pályára. A csere kisebb szerkezeti változást jelentett, Vékony húzódott hátra belső védőnek. Az 54. percben Gassner jobboldali beadás után Lencsés egy jó csel után 18-ról a kapu mellé lőtt. 60. percben Bori jobboldali trükkös sarokrúgása Sóronra jött ki, de a blokkról lepattant a 15 méteres lövési kísérlet. 67. percben Tímári indította Báránydort, de a vendégjátékos 14 méteres lövése kipattant a blokkról. 70. percben előbb Lencsés 20 méteres lövése pattant a védőkről Savanya elé, akinek 15 méteres ismétlése mellé szállt. Következő percben Savanyát nyúl váltotta. 75. percben Bori jobboldali szabadrúgását Bozsóki 8 méterről a jobb kapuba tövére fejelte. 78. percben Marsa és Kovács helyett Kincses, valamint Németh folytatták. Következő percben Németh Soron volt a labda útja, de az utóbbi beadását Kincses elvétette a kapu előtt. 84. minutumban Németh kisé magasra sikeredett beadását Kincses az ötös sarkától fejelte a kapu mellé. Ráadásban Soront Kovács váltotta. Az előzetesen nyerhetőnek tartott mérkőzésen nagy csatában sikerült itthon tartani 3 pontot a BTC-nek, amely egyre jobban közelít a stabil középmezőny irányába. Ezúttal minden a helyén volt. Remek védőmunkát láthatunk, folyamatosan sűvített a Bicske Tigers szurkolói csoport hangorkánya, és talán éppen ez a plusz volt az, amivel ellenfele fölé kerekedett Csordás Csaba alakulata. Hogyan emlékszel vissza erre a gólra? Köszönjük szépen az egész csapat nevében, hogy a győzelemhez. Egy felépített támadás volt, és jobb oldalról érkezett a hosszúra egy beadás, ugye a Gassner révén, amit a Marsa Levi visszafejelt a második hullámba, azt még elsőnek belerúgtam a kapusba, de utána visszapattant, és már csak be kellett pofozni a kapuba. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon jó erőben vagy, hiszen rengeteget futottál, rengeteget dolgoztál pályán, annak el lecserélt a mester, de gondolom azért, mert nagyon elfáradtál. Így jól látom? Igen, elfáradtam, meg volt egy kis sérülésem, mert érdemre kaptam egy rúgást, és ez miatt is volt a csere. Úgy érzem, hogy a csapat most nagyon együtt van, és érzi a ritmus. Tehát van bennetek dinamika, és úgy érzem, ez a győzelem egy magabiztos 1-0-ás siker volt. Igen, hát ugye egész héten erre készültünk, hogy a Kellennek volt egy szerdai mérkőzése. Tudtuk, hogy kicsit fáradtabbak lesznek, de hát, igen, valami megváltozott 2 hete, ugye ott volt egy kis hullámvölgy, abból szerencsére kilábaltunk, és dolgozunk tovább azon, hogy ezt a győzelmi szériát minél tovább tudjuk nyújtani. Peti, összességében te röviden hogyan értékelnéd ezt a győzelmet? Ez egy magabiztos győzelem volt, az elején sok helyzetet alakítottunk ki, ugye abból egyet sikerült értékesíteni, a védekezésünk az jó volt, az ellenfél nem nagyon tudott mit kezdeni velünk. Gratulálok neked és a csapatnak, köszönöm szépen! Én is köszönöm a csapat nevében. Srácok, gratulálok nektek, jó szurkoltatok, kiszurkoltátok a Bicske győzelmét. Mi a véleménytek erről a mérkőzésről? Soron Tibi, nagyon jó volt. Nagyon jó. Nagyon jó mérkőzés volt, és harcias. Itt a Soron Tibin kívül a más is jó volt azért, nem? Persze, egész csapat jó volt. Tökéletes volt. Mivel voltunk jobbak? Gólban. Egy gólban. Összjátékban is azért a mérkőzés egészében, nem?
Egyforma képességű csapat össze? De és kivédekeztük a hibákat. Igen. Igen. Játékvezető jó vezette? Kitűnően. Szerintem igen. A többi mérkőzést te mit vársz? Hiszen most jó úton vagyunk, utóbbi két meccsen, két győzelem. Legyen egy gól, legyen két gól. Csak felfelé. Felfelé. Csak felfelé. Igen. Hajrá, Bicske! Hajrá, Bicske! Halihó! Hát kikaptatok 1-0-ra, de egy jó színvonalú küzdelmes mérkőzés látott ott a közönség. Hogyan értékelned ezt a 1-0-ás vereséget? Hát én is egyetértek azzal, hogy egy nagyon küzdelmes, harcos mérkőzés volt. Nekünk igazából most nem feküdt ilyen szinten ez a harcos, agresszív, sok párharcból álló mérkőzés, hiszen mi egy szerdai fordulóból jöttünk meg, ugye Gyirmúton játszottunk hétközben, és úgy érzékeltem, hogy ez elég sokat kivett a csapatból, és gyakorlatilag ezekből a párharcokból, vagy azok nagy részéből most nem mi kerültünk ki győztesen. Pluszban azt érzékeltem, hogy ez a fajta fáradtság, vagy inkább a frissesség hiánya a minőségi játékra és a labdabirtoklásra is nagyon rányomta a bélyeget, tehát nem tudtunk kialakítani annyi helyzetet, mint szoktunk, éppen ezért nem is tudtunk gólt szerezni. Azért lehet látni azért ebből a NB3-as nyugati csoportjából, hogy igen, kiegyenlítettek az erőviszonyok, és itt akárkit meg is verhet. Tehát ez is olyan mérkőzés volt, hogyha mi rúgtuk a gólt, nyertünk, de ha ti rúgtak egy gólt, nem biztos, hogy menjenek a meccse. Tehát olyan egygólos meccseknek lehetünk szemtanúi ezeken az NB3-as meccseken. Te hogy látod ezt? Igen, abszolút egyetértek. Ugye az lehet látni, hogy azért van 2-3 csapat, aki egy kicsit kiemelkedik a mezőnyből, de azt mondom, hogy ezek a középbeli csapatok is azért minimum pontszerzésre esélyesek ellenük, de azért ők talán a jobb játékos állományuknak köszönhetően azért kiemelkednek a mezőnyből, és valóban, ahogy mondta, és még az alsóházi csapatokat is beleértve, itt nagyon sűrű a mezőny, és bárki ellen tud pontot vagy pontokat szerezni. Jelenleg a 7. helyen álltok, és úgy, hogy 10 mérkőzés játszottatok idegenbe, 2-t otthon, illetve az ideglenes otthonotokban. Minek tudható ez a jó eredmény, hiszen 7. helyen vagytok, és mi van a pályátokkal, illetve miért kell játszani idegenben nektek? Igen, hát a pályánkkal annyi, hogy ugye az NB3-as licensznek megfelelően ki kell alakítani a fedett lelátót, ami sajnos még nálunk nem készült el. Ez az oka, hogy idegenbe kell játszani a mérkőzéseinket. Úgyhogy nyilván ez nekünk valamilyen szinten hátrány, de nem fogjuk erre, illetve nem is kell, mert ahogy fogalmazott, eddig jól szerepeltünk, hoztuk. Én azt gondolom, ez a csapatnak az erejét, mentalitását is mutatja, hogy igazából most sajnos nincs igazi otthonunk, és nem, tehát itt dicsérném meg, vagy jegyezném meg azt, hogy tényleg attól függetlenül, hogy kikaptunk egy jó hangulatú mérkőzést, tudtunk itt játszani Bicskén, látszik, hogy tényleg rendben van az infrastruktúra, vannak nézők, szurkolnak, úgyhogy ezen a szinten szerintem egy nagyon jó hangulatú, jó kis mérkőzés volt. Én is úgy érzem, hogy jó hangulatú es volt, hiszen a Bicskei szurkok végig buzdították a csapatunkat, és ilyen hangulatban azért mind a két csapatnak jó játszani. Mikor várható a lelátó átadása, és jelente nektek a szakmailag előnyt, hogy tavasszal majd ugyanennyi mérkőzést otthon játszatok. Igen. Hát, hogy a lelátó mikor készül el, arról pontos információm nincs. Igen. Ezt az elnök úr fogja tudni. Reméljük, hogy azért minél hamarabb elkészül, és tudunk otthon játszani. Hát nyilván tavasszal cserébe sokkal több mérkőzést fogunk tudni otthon játszani. Ez remélem, hogy előny lesz, bár még nem tudjuk, hogy ez milyen. Igen. De azt gondolom, ha egy csapat hazai pályán a saját környezetében tud készülni, és tud játszani, akkor az mindenképpen jó. Csaba, köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok nektek. Nagyon szépen köszönöm, én is ugyanezt kívánom a Bicske csapatának. Köszönjük szépen. Kezdet Csaba, gratulálok ehhez a mai nagyszerű győzelemhez. Én úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyertünk 1-0-ra. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönjük szépen. Én úgy gondolom, hogy ami nagyon fontos, és szeretném kiemelni, hogy ez a második mérkőzés volt egymás után, amit lehoztunk, kapott gól nélkül. Én úgy gondolom, hogy a múlt heti és a mostani ellenfelünk is egy remek futballt képviselt. Nagyon jól játszottak, és a mai mérkőzésen ráadásul a második fél időre nagyon nagy erőket mozgósítottak, úgyhogy ezért rendkívül fontos nekünk az, hogy kapott gól nélkül le tudtuk hozni a meccset. Én úgy gondolom, hogy benne volt még a második fél időben, lezárhattuk volna, hogy rúgjunk még gólt, meg volt 200-300%-os lehetőségünk, de összességében abszolút elégedetlenek. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a csapat kezdi elérni azt a ritmust, amit te szeretnél valójában, hogy a gyors labdát továbbítani, nem dédelgetni, hanem járatni a labdát. Tehát te hogy látod ezt? Természetesen ez a cél. Ugye régóta mindig beszélgetünk, de nagyon nem szeretem mindig a
kifogásokat keresni, ugye azért itt az elmúlt időszakban és elég sok mindenen átmentünk, ami azért a legfontosabb, hogy szinte nulláról el kellett kezdeni újra csapatot építeni, mert ami velünk megtörténhetett, az megtörtént. Most jutottunk el odáig, hogy tényleg a srácok kezdik átérezni, megvan az a fajta halázat a csapatban, amit én szeretnék képviselni, hogy mindig minden játékhelyzetben maximum jöjjön. Ráadásul ugye azért a héten igazoltuk a Marsa Levit, aki még stabilabbá tette azt a fajta játékot, amit próbálunk, hogy merjünk passzolni, és játszunk még akkor is, hogyha néha kicsit adagott a labda a talajon. De én azt gondolom, hogy igen, most már egymásra talált a csapat is, a csapaton belül is egyre jobb a kohézió, meg tudnak egymásért halni a pályán, és ugye ez ezért volt, ahogy kezdtem az elején, hogy nagyon fontos, hogy kapott gólok nélkül hozunk le mérkőzéseket. Csaba, a Marsa Levinnek a leigazolása hogyan történt, hiszen én úgy éreztem, hogy egyik napról másikra itt lett a játékos, és mindjárt kezdőbe került. Hogy volt ez? Hát ugye régóta levegőben volt, azért mindenki tudja, én is kecskeméti vagyok, és egy kecskeméti srác, elég sok mondanán átment az elmúlt időszakba. Én úgy gondolom, hogy most kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni, én azért próbálok segíteni, hogy ő újra visszajusson arra a szintre, ahol szeretne futballozni magasabb osztályokban. Ő meg nyilván próbál nekünk segíteni, hogy a csapat minél jobb legyen. Én azt gondolom, hogy még kell egy 2-3 hét, amire teljesen rendelkezésemre állhat mindenki. Azért itt még a tartsonyban van 2-3 játékos, aki ugye a tavalyi bajnokságban meghatározó volt, és ugye most majd fölépülnek a rendelkezésünk, akkor én azt gondolom, hogy onnantól indul nekünk a bajnokság. Remélem, hogy addig már mindenféle rossz dolog elkerül bennünket, és csak a jóra koncentráltunk. A Kovács Pétert, a gólszerzőnket, illetve a győztes gólszerzőjét megdicsérte, mint a mérkőzés után, hogy rengeteget futott. Te miért cserélted le, hiszen úgy érzem, hogy azért, mert pontosan sokat futott, sokat dolgozott és elfáradt. Jól láttam? Peti nagyon értékes játékosunk, őt is ugye nagyon régóta ismerem, és egy kecskeméti srác, nagyon sok munkát fektettünk már a közös építésbe, ugye most arra gondolok, hogy én próbálok belőle nagyon jó futballistát csinálni, ő meg ugye megpróbál megfelelni azoknak a követelményeknek, amit én kérek. Egyébként sérülés miatt cseréltem le a Petit, ugye volt egy rossz ütközés, a térdére kapott egy rugást, de már ugye sokkal hamarabb jeleztem, mint amikor lecseréltem, úgyhogy megemelem a kalapomat, hogy még így is fájós lábbal a csapatért megtette, amit meg kellett. Közel voltál a Bicskei Tigers szurkoló csapatához. Én úgy éreztem, hogy az utóbbi időben, az első perctől most végig szurkolták a mérkőzést. Te hogyan érezted ottan, közel voltál hozzájuk? Hogyan hatott ez rád? Egyetértek. Hát nekünk ez nagyon jó érzés, ugye én ezt már többször mondtam, hogy bárcsak Magyarországon, amit én így ugye Premier plánban itt ilyen közelről érzek, hogy ezt megélhetné minden futballcsapat Magyarországon, és mondjuk kialakulna egy olyan nézői kultúra, mint ami mondjuk a Bundesligában van, hogy azért 20-30-40-50 ezer ember előtt játszhatnak csapatok, nyilván harmadosztályról beszélünk. Én nagyon büszke vagyok a mi szurkolótáborunkra, mert tényleg olyan hangulatot varázsolnak hétről hétre, ami a srácoknak is egy plusz. Én úgy gondolom, hogy itt a végén is, amikor már nagyon erősen nyomott az ellenfél, akkor kellett a 12. játékos, akik ők voltak, maximálisan szurkoltak, és ezt a csapat is nagyon meghálálta. Végezhetünk még egy pár mondatot a tegnapi foci fesztiválról, illetve a pénteki foci fesztiválról. Nagyon szuper élmény volt, én azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest, ugye, hogy majdnem megdupláztuk a létszámot, ez mindent elárul arról, hogy mennyire sikeres volt ez a torna. Én eddig, ami vízhangot hallottam, mindenki elégedett volt. Én csak azt láttam, hogy itt megközelítőleg 400 olyan gyerek volt, aki 3 órán keresztül csak mosolygott, és alig várt, hogy a labdába rúghasson. Én úgy gondolom, hogy ennek a tornának ez volt a célja, és el is értük. Végezetül jövő héten újra itthon a Zsámbék ellen. Talán kötelező győzelem mondhatnánk ezt, de mondják azt, hogy mindig az a legnehezebb a kötelező győzelem. Mi lesz jövő héten? Én nem gondolom azt, hogy kötelező győzelem, mert itt a bajnokságban már voltak meglepetés eredmények bőven. Nyilván most annyiból vagyunk egy picit előnyös helyzetben, hogy a Magyar Kupában is ugye összetalálkoztunk velük, hogy sikerült idegenben megverni őket. Én azt gondolom, hogy itthon, ha mindent megteszünk és hasonló játékkal rukkolunk elő, mint a mai mérkőzésen meg a múlt hetén, akkor természetesen az a célunk, hogy a 3 pontot itthon tartsuk. A 3-as hazai sorozat utolsó felvonásaként a nemzetünnep miatt október 22-én szombaton 1 órától a Szomszédvár, Újonc, Zsámbék lesz az ellenfél.